Hát folytatjuk is a mokkát. Bajor Imre talán még ma is élhetne, ha megfelelő kezelést kap, állítja a színész egyik legjobb barátja, Kós János. A két művész együtt terveztek megöregedni, de ez nem valósult meg, hogy szerintem miért ment el idő előtt Bajor Imre, arról Kós János kérdezzük. Jó reggelt kívánok! Szervusztok, szia! Olyan jó látni, hogy mosolyogsz, amiatt, mert hogy tulajdonképpen az ember bár elveszíti a legjobb barátját, mégis veled van, nem? És valahogy így éled ezt. Én mindig azt szoktam mondani, hogy nem veszhettem el, mert mindig velem van. Ez a kép, amit elhoztam, nekem van egy kis sarkom otthon a lakásban, ahol minden reggel elolvasom az újságot. Ez a kép, és ő mindig ott van fönn, és mindig ránézek, szevasz Imi, és akkor elolvasom az újságot, tudod? Hát... Mesélj már nekünk, légy szél, vagy úgy tartom, ne tükröződjön vissza erről a képről. Arról beszéltünk egyszer, hogy hogy fogunk mi kinézni, mikor 90 évesek leszünk. Mondom, majd megcsináljuk. És akkor hívtunk sminkeseket, minden, és akkor szépen leültünk a kávéházba, és mikor elkészült a kép, akkor így néztük mind a ketten, csak nem teja van ott. Teja? Olyat soha nem fogunk. Igen, és én meg is kérdeztem még egyszer, hogy tényleg az Imre előtt egy pohár tea van, előtted meg egy pohár víz. Igen. Hát most is mondtam, láttam, hogy azt arrébb kellett, hogy szó nem lehet róla. Mostanában körbejárta a sajtót, hogy te haragszol az ő özvegyére. Haragszol valóban? Összevesztél? Ő haragszik rád, vagy bárki. Én azért fogadtam ezt a meghívást, hogy ma ide jöjjek, hogy evel leszeretném zárni, és soha többet erről nem szeretnék beszélni. Én nem haragszom. Nekem van egy elképzelésem, hogyha valaki bajban van, ki az az ember, aki a leghamarabb tud rajta segíteni, aki mellette van. És én mindig hangsúlyoztam, hogy amikor az Iminél felmerült az a kérdés, hogy valami komoly probléma van, akkor rögtön el kell vinni valamilyen komoly, velem is volt probléma, veled is lesz még majd, akkor rögtön el kell menni a legjobb orvoshoz, és meg kell nézni. De ezt nem tette meg? Úgy érezted, hogy nem mentek el időben orvoshoz? Nem. Én úgy éreztem, hogy nem, és aztán mikor már elmentek az orvoshoz, akkor már egy kicsit késő volt. Nem véletlen az, hogy egy világhírű helyre küldték, ment ki Imi Kínába, ahol egy nap után azt mondták, hogy fáradjon vissza Magyarországra, mert ott már megállapították, hogy nem tudnak segíteni. De hát olyankor fordul az ember az alternatív módszerek felé, amikor már azt érzi, hogy más, tehát igen, a most tudomány nem tud segíteni. Lenni, igen. De nem tudom, én egyet tudok, ha ebbe a korba, ő 20 éve fiatalabb volt, mint én, ebbe a korba, amiben én most vagyok, ha van valami problémám, akkor egy szakemberhez megyek el, és én csak ezt nehezményeztem. Én senkire nem haragudtam, csak azt mondtam mindig, és a körülöttem lévő barátok sokan mondták, hogy miért nem megy el komoly orvoshoz? De ti is tulajdonképpen későn tudtátok meg, hogy mekkora a baj? Mi nem beszélt erről nektek? Vagy beszélt, de már akkor, amikor már... Nem beszélt. Nézd, ő Fülén lakott, ahol nekem is van nyaralom, és mikor meglátogattam, akkor ott mindig volt egy ember, aki masszírozta a talpát. Uh-huh. És akkor én bennem mindig felvetődött, hogy ha most leveszem a cipőmet és masszírozod, az nagyon jól fog esni. De hogy ennél nem több. De ott sokkal nagyobb probléma lehetett, és mindenki azt gondolta, legalábbis, akik normálisan gondolkodtak ezen a dolgon, hogy orvoshoz kell elmenni. El kell menni orvoshoz. És ti ezt mondtátok is neki? De nem mondhattuk, mert hogy mondjam... Haragudott neked? Érte? Nem, te ő tulajdonképpen nem úgy volt beteg, hogy hanem szervusz, gyere, vile, így volt beteg. De aztán később beigazolódott az, hogyha talán hamarabb, vagy mindjárt az elején egy komoly szakorvos megnézi, akkor lehet, hogy még mindig itt lenne, és itt ülne mellettem.
Hát jó lenne így beszélgetni. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál, és örülök, hogy behoztad nekünk ezt a fotót, és megmutattad azt. Hát sajnos, hogy csak képen van itt. Ha másképpen nem, de legalább így itt volt. Nagyon szépen köszönöm. Köszönjük szépen.